Jövő héten kezdi a tavaszi szezont a Kalocsai Kézilabda Klub női csapata. Amíg a fiúknál emberszegényes volt a felkészülés, addig a lányoknál egészen zökkenőmentes. Azt gondolom, hogy amit az edzésprogramban a lányoknak összeállítottam, azt sikerült elvégeznünk, mert megvolt a megfelelő edzésszáma. A felkészülési mérkőzésekben van hiányosság, mert visszamondtak egy fordulót, ami elmaradt. Mennyire sikeres a felkészülés, azt mindig a bajnoki rajt vagy a bajnokság dönti el. Az edzésmunkát elvégeztük, a lányok nagy része megjelent évelején, volt egy kisebb betegség hullám, azt azért áthidaltuk, mindenki egészséges. Mindenki köztünk van, úgyhogy készülünk a bajnoki rajtra. Az első néhány fordulóban a mezőny második felébe tartozó együttesekkel mérkőznek majd meg Dávidházi Sándor játékosai, így még a nagy riválisok előtt lesz lehetőségük felvenni a bajnokság ritmusát. Ezért is nem akartam túlzásba vinni az edzőmérkőzéseket, mert az első pár forduló az papírforma alapján vagy nekünk fog kedvezni. Mi vagyunk az esélyesebbek. Talán a második fordulóban a kiskunmajsai mérkőzés lesz az, ami a légkör meg a hangulat miatt lesz kicsivel élesebb, parázsabb csata, de ott is azért szülés után jöttek vissza, tércsérülés után jöttek vissza a játékosok. Nem gondolnám, hogy 100%-os formában van az ellenfél. Hogyha mi tudjuk a játékunkat játszani, akkor én azt gondolom, hogy ott se lehet gond, és így 4 vagy 5 forduló után fognak eljönni azok a kemény meccsek, és addigra szeretném én top formában a csapatot. A lányok a fantasztikus őszi szezon után a tabella első helyéről várják a február 22-i rajtot, amikor is hazai pályán fogadják majd a Tiszakécske gárdáját.